Sziasztok, Wiser vagyok, és kezdjük a mai videót egy kis matekkal. 1, 2, 3, ez az. Na, akkor, ha már végigvittem az első, meg a második részt, akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor mássunk neki a harmadiknak is, amit 1992-ben raktak össze, bár mint jól tudom, mintha a film az késett volna pénzügyi okok miatt, mert az Orion Pictures, mint hogy csődbe ment volna. Valami ilyesmire emlékszem. Szóval a harmadik rész, ami több platforma is megjelent, és nekem hirtelen miért a játék termői változat jutott az eszembe, nem tudom. Ennek a játéknak a fő címzenéje, amit most fogtok mindjárt hallani, az Jeroen-tól, vagy Jeroen-tel, azt hiszem ez a neve, így kell kimondani. Az ő kezemunkája, ő az egyik ilyen C64-es zseni, a másik, közben itt teszi, hogy az ön hangkártya nem tud hangot felvenni, csak azért, mert most egy ilyen intro dumát mondok, a másik az Rob Hubbard, szóval ők ketten alkottak ilyen elég nagy zenéket a C64-en. Hallgassátok meg, hogy mire gondolok. Thank you.
szóval ilyesmit lehet hallani így a játék idején. Elég durva, hogy egy 4 perces zenét beleraktuk ebbe a játékba. Az a helyzet, hogy többnyire a játékmenet az eléggé visszafogott lesz ehhez képest. Nem azt mondom, hogy szar, mert szerintem ez a legjobb rockzsoros játék így, ami az a 4-el, amit játszottam, most a Robogyaru versus Terminátort nem veszem bele, mert az egy ilyen spin-off-szerűség. Hát azzal a 4 játékkal, amivel játszottam, azok közül ez a legjobb. Tehát a 3 a legjobb, utána jön az 1, aztán a 2, aztán az a szar 2003, azok az OP-túva két fosokkal. Mindegy. Ennek a játéknak az a nyitása, hogyha közben engedné, hogy rögzítsek, legalábbis el tudja indítani a játékot, mert nem akar, hogy elindítsa, mert itt egy top listát mutatja. Na végre. Na, kár, hogy nem ez a zene megy a háttérben végig, ennek örülnék a legjobban. Utom vagyok, Louis. Menj meg a kollégáidat, 2.3. Na, ez amúgy tök jó, ahogy így kezdünk, hogy így hirtelen hoppá, lőnek. Na, ennek a játéknak az a... az az érdekessége, hogy... Na, bazdmeg azért tesznek. Szóval az az érdekessége, hogy... romlik az állapotod, ahogy haladsz előre. És nincsen lehetőség arra, hogy mindent ki lehessen... Most olyan... Nem, ezt nem hagyom. Szóval az a nehézsége ennek a játéknak, hogy nincs lehetőség arra, hogy ki tudjanak javítani téged minden pálya között teljes mértékben. Ez a nehézség, tehát nincsen az, hogy kapásból ki lesz a javító maximumra. Nem. Egyszerűen annyira szar helyzetben leszel, hogyha nem játszol olyan jól, ahogy kellene, és ahogy nekem nem jön össze. Meg igaz, hogy egyszer vittem végre játékot gyakorlásképpen. Imádom, hogy így fejbelő, az a I wanna be the guy kinézetű illető. Nem, ezen soha nem bírtam átjutni sérülés nélkül. Hogy miért? Azt ott nem tudom. Szóval azt kell csinálni, hogy hagyni kell, hogy így megjelenjen, aztán hirtelen valami ilyesmit. El fog találni. Tudtam, hogy el fog találni. Fuck! Na, szóval nehéz ez a játék. Ezzel szinte sokat nem mondok, pedig tényleg. Ez most túl nehéz. Azt kéne meglátni, hogy meg tudok fordulni, és akkor így... meg kell fordulnom, csak ez így nem lehet. Így ugolva fordulsz meg. Tehát így megjelenik, és lőni kell egyet. Túl messze kéne kerülnöm ettől, mert így állandóan el fog találni. Egyszer eltaláltam. Megpróbálok úgy végigmenni a játékon, hogy ne legyen annyira nagy sérüléseim. Vannak ajtók, ahol be lehet menni, ez nem az, tehát most megvagyok, hogy ez megjelenik. Úgy, gránátos ellenfélre vigyázni kell. Erre belemegyek, of course. Vannak ilyen ajtók, ahol be lehet menni. Ez nem olyan. Mondjuk arra nagyon kíváncsi, hogy azt hogyan fogom fölvenni. Az ott az energiát akarja amúgy. Itt most felugrok. Aha. Növeli a hatékonyságodat. Ez kb. Ezt jelenti, hogy több lesz az energiád. Jéj, a W az pedig a fegyvereket váltja. Ott fölül lehet látni a pontszám mellett, hogy háromféle lőfegyvered van, és háromféle rakéta. A pisztoly az alaplassa, ami most van nekem, ez nem valami hatékony. Ezután a második az a gyors tüzelésre vált. Ami azért jó, mert egyszerre háromat tudsz így kilőni magadból. Aztán a harmadik fokozat az pedig a három irányba lő. Az később lesz hatékony, most még annyira nem nevezném jó megoldásnak, de ez lényegtelen. Először el kell jutni az öt pályának az első, öt pálya közül az elsőnek a végére, mert öt pályás a játék amúgy.
jó hallottátok, 5 pályás a játék. Ezt nevezném talán a játék hátulütőjének, hogy egy picit rövid. Nem azt mondom, hogy szar, hanem hogy rövid lett. Mondjuk ez a kettő esetében azt mondom, hogy megbocsátható bűn, mert az játék minél rövidebb, annál jobb. De a háromnál az, hogy 5 pálya van, azért az wow. Fölveszem úgy, és nem lőttek ki. Na, ezt azért kilőjük. Mert rakétával lő. Gyere csak ki onnan. Akkor ne gyere. 124. 124 fog maradni, mert az energia az kell. Erre meg azt talál le, hát persze. Így ki tudom... ki tudtam úgy lőni. Jéj! Na. Szóval a játék rövid. Sajnos. Ezt így ki kell emelnem. Tehát, hogyha nem lenne az, hogy mondjuk... 5 pálya lenne, hanem mondjuk 7 vagy 8. Akkor azt mondom, hogy rendben van, mert... mert akkor már eléggé kurva nehéz lenne a játék, mert Alex állapotan romlik. Itt van egy rejtett ajtó valahol. Nem tudom, hogy hol lehet bemenni. Hogy hogyan lehet. De valahol itt lémlik egy rejtett ajtó, és nem tud bemenni. Jó van. Nem hagyjuk, hogy kit eltaláljon. Így. Úgyhogy lehet egy rövid a játék, de cserébe kurva nehéz. És mondhatjuk, hogy na ez most túl nehéz. A francba át összedobozol mondjuk én is. Nő, tartok egy gránáttal. Goddammit. Ez így többet érdekes lesz, hogy nem biztos, hogy végig tudom játszani egy ütében, de remélhetőleg sikerülni fog. Én nagyon örülnék neki. Közben közé tűnt, itt a pálya végem, úgyhogy jól tudom. Az a nehéz ebben a játékban, hogy nem tudsz megfordulni, miközben gugolsz, hanem föl kell állnod, és úgy kell gyorsan megfordulni. És ezt ki fogják használni amúgy az ellenfelek, de úgy rohadtul. Azért megyek itt ilyen lassan, mert itt van itt a pálya vége, és itt jön egy halom ellenfél, és így... Ha legelején kilövöm őket, akkor könnyebb dolgom lesz, és akkor le kéne gugolnom. Fenn egyem egy sümegi hány találtok bír ki. Na. Jó. Kilőttük sümegit. Yeah. Most aztán ki kell jönni. Jönni azt, aki itt jön. Visszaváltottam sima fegyverre. Ó, de fasza. Na, akkor kilők ezt. Ez tök jó, hogy egyszer innen jönnek, egyszer onnan jönnek. Úgy. Erre jön még egy, hát persze. Mennyien jöttök még most úgy komolyan? Egyszer, kétszer eltváltak, azt azért nem hagyjuk. Ha nem jó. Erre még valaki, hát persze. Ha vagynátok végre a folyamatos érkezés, mert már kezd zavarolni. Egy tárlat, hú, ez még talán belefér. Mondom, egy tárlat, ez még talán belefér. Elég, ne gyertek ennyien, könyörgöm, ne gyertek ennyien. Azért, hogy pont nem talál el, remek. Álljatok már meg, hát mennyien jöttök? Erre pont elbújik, amikor én oda megyek, és közben ledarálnak a többiek. Na, mondom, nehéz ez a játék. Nem ilyen Dark Souls, Lords of the Fallen szint, hanem Nintendo Heart, mondjuk úgy. És ezzel sokat nem mondok, de mégis sokat mondok. Ugorva ki lehet ülni az ellenfeleket talán. Ezt ki kéne használni. Abba hagynátok végre a folyamatos spawnolást, basszátok meg! Hát ez... Dear Splatterpunks, go fuck yourself!
Ennyi? Már csak egy valaki van. Ó, végre. Ennyi. Igen, ott ki kellett lőni mindenkit. Javítókészlet. Van 5 darab. És mindegyiknél azt lett át, hogy 30-30-30%. Na kérem szépen, ez azt jelenti, hogy minél kisebb százalékon van az alkatrészed, annál nagyobb esélye van annak, hogy tönkre megy. Ez azt jelenti, hogyha például a karjaidnál van az a helyzet, hogy nincs valami jó állapotban, akkor lehet, hogy be fog sűrni a fegyver. Úgyhogy én erre fogok rakni 2. Fejre rakok 1-et, testre rakok 1-et, illetve a lábakra rakok 1-et. Az a helyzet, hogy most még lehet, hogy van egy halomjavítókészlet, de a következő pályákra már nem nagyon lesz itt a gyárban. Úgyhogy itt figyelni kell arra is, hogy itt most leesek, és itt kurva gyorsan átugrasz, fölveszed, átugrasz, és fölveszed. És nem esel bele a savba, mert a sav az... Hát az úgy... nagyon hamar tönkre fog téged tenni, mondjuk úgy. Nem megyek most lent, mert minél jobb, hogy kikérdem az ellenfeleket. Mert megint sav, ugrasz, valahogy így. És itt jönnek ezek a hatalmas ugrások, amik nem egyszerűek, és ezek még lesznek nehezebbek is. Na, mondhatom én akkor, hogyha meghalsz. Hát kérem szépen, ez történik. Na, itt széléről kell ugrani. Mondom, a szélé, a lehetőleg széléről, még egy picit. Úgy, így kell ugrani. Igen ám, de ez még semmi. Még lesznek ilyen nagyobb ugrások, nem is kevés. Van egy ellenfél a doboznál, tudom. Ja, itt egy ilyen ninja van először. Ó, hát akkor ezt így le kell darálni. Ilyen ninjából még lesz 2 a játék legvégén, akik le fognak darálni, hogyha nem tudod, hogy mit kell csinálni. És ezzel nem viccelek tényleg. És nem hagyom, hogy így leszetleteljen. Ez az. Menjáltott egy pár sorozatot. Na gyere csak el ide. Nem? Akkor majd innen lőlek. Nem. Egy talált, az... Nem, egyet sem hagyunk. Mert ilyen maximalista hangulaton van, oló. Az ott szépen eltalált. Ez az az öbb, hogyha átugrik felém. 27, akkor még 9-et kell eltalálni. Már csak 2-szer, úgyhogy itt már lehet banzájozni. Úgy van. Ez volt egy ilyen minibosszerűség. 196 hatékonyság, csak az a helyzet, hogy ennek ellenére nem lesz minden egy 100%-on, sőt, inkább romlani fog az állapotod, ami azért elég furcsa. Na, hagyjuk azt a Szikora Robertet ott. Nem úgy néz ki. Vagy mégsem, mert ott, jaj, ott azért vannak páran. Az úgy faszán eltalált. Na, és akkor azt ott ki kell lőni. Így. Azt ott hogyan fogom eltalálni? Mondjuk úgy, hogy hőkeltő rakéta. Hát egyértelmű. Mondom, hőkövető rakéta. Elmentjük. De úgy, hogy ne találjon el. Így. 207 energia. Hú! Ne essél bele a savba. Na. Mondom, ne essél bele a savba. Be lehet így ugrani. Így. És most tudok már 3 irányba lőni, erre beleessek a savba. Hát ez... Running gag is lehetne. Na, lehetőleg széléről még picit. Úgy. Na. Széléről kell ugrani, kérem szépen. És itt figyelni kell ezekre az ellenfelekre, akik nagyon ledorálnak. Bizony.
ne, hagyjuk azt az ellenfelet a francba. Meg nem hagyjuk, hogy ilyen bumba akkor eltaláljanak. Itt tovább megyünk. Fasság? Az. Érdekel? Nem, egyáltalán nem. Na, itt megint a széléről kell egyet ugrani, mondom a széléről. Úgy. Nem, még egy picit arrébb kell állni. Így. Na azért nem, ez ilyen ócsó János találatokat, hogyha köszön, megköszönném sem kérnék. Erre eltalál. Of course! Nem akarom, hogy ilyen 10 meg 7 meg 5 meg 2%-os állapotú legyen mindenem. Erre belesek a savba. Meg, hogy estem ott bele, amikor... Na mindegy. Így. Ez mehetett volna elsőre is. Várjunk csak, nem lenne egyszerűbb, hogyha ezt csinálom. Hát dehogy nem. Ott fönt van egy javítókészlet, akkor azt felszedjük, hogy energia, vagy mit tudom én, micsoda. Így, ellenfél ott lesz lent, hogyha jól tudom. 219, 220 felett, blablabla, random szöveg. Na, búj csak ki onnan. Nem búj ki. Csak akkor, amikor kijövök, hát persze. Hogy kifogyjuk a rakétából. Ó, milyen kedves. Hát az még jobb. Hát az lehetőleg jobb, hogy van fegyvered és nem tudod használni, mert kifogysz belőle, mert nincsen megadva, hogy hány darabod van. Hát de tényleg, látsz ott számot, hogy mennyi rakétád van? Mert én nem. Eredt le hátulról? Hát persze! Azt a szartot ki fogom lőni. Lehetőleg rosszabb helyen áll, ül, fekszik. Így. Nem. Úgy van. Guggolj. Mondom, guggolj. Azaz. Na, felszedjük. Ez az. Javítókészlet. Kb. Az utolsó a játékban. Nem viccelek. Hát jó, mondjuk nem az utolsó, de... ott nem kellett volna a frameskipre nyomni. Hát kb. Az utolsó előtti. És azzal nem túlzok még. Kevés van, ez a lényeg. Lent vagy fönt, lent megyünk. Na, újabb ninja bácsi. Ninja bácsi, jó van. De még 16-tal át kell neki, azért az durva. Most már csak 11. Összedjük, meg kell a javítókészlet. Kinek nem kell, most úgy komolyan. Így. Tök, hogy képenjünk kívül, de lehet ülni őket. Már kicsit nehéz lenne. Na, 50 van, 50, 52, 59. Hát, nem tudom. Azt mondom, hogy... kar 59, akkor... két legalacsonyabbat. Tehát az 52 lesz 62. És ennyi. Mert nem kapsz javítókészletet. Itt csak amilyen több pályákon találsz. És aztán van egy jetpacked. El kell jutni a tankig, és... mondjuk úgy, hogy... hogy ezen a pályán át fogok rohanni. Személy dolog? Igen. Érdekel? Nem. Figyelni kell ezek a lövésekre. Mondom, figyelni kell ezekre a lövésekre, erre beleugrok. Megvárjuk? Úgy van.
engem itt kezdsz ezt szavarni, úgyhogy... Így. De nagyon használjuk a rakéta... jetpacket, a rakétát a hátunkon, mert bizony hamar elfogy a benne az üzemanyag, és akkor nincsen az, hogy átugrasz mindenen, meg ilyesmi, mert bizony ki fog fogyni ser, az jó kis utolás. Na. Kiváljuk a következő lést. Erre pont akkor jön. Na, gyertek ki onnan. Az a telébe talált. Az is telébe talált. Így. Ez az I Wanna Be The Guy ellenfeleket itt hagyjuk. Úgy pont ott jön, ahol... ahol nem számítottam volna rá. Üzemanyag, adja! Erre pont ott jön. Nem hagyjuk, hogy eltaláljon. Lehet, hogy megvan szabva, hogy hol, mikor jelenik meg. Az úgy... na csak. Anastromo mindenit. Nostromo. Mondom Nostromo, nem Nostromo. Nostromo. Jó kis utolás. Igen. Kerüljük közben egy lövés. Belefér. Alacsony az üzemanyag. Na, úgy kéne, hogy csak egyszer, vagy egyszer se találjanak el, az lenne itt a legdurvább. Francba. Egy lövés is jó. Mondom. Jó, az belefér még, talán. Fegyver upgrade. Úgyhogy Nordby update után fegyver upgrade. Azt megöljük. Erre. Képen kívülről velőnek, jó van. Ezt összedjük. Itt a pálya vége mindjárt, és majd a negyedik pálya az abból áll, hogy a harmadikon el kell menni visszafelé. Tehát itt elindulunk vissza. Ezt jól hallottátok. Tehát ugyanez a pálya lesz visszafelé, csak jetpack nélkül. Na, ez itt... Popos bomba. Csak tudnám, hogy ez elvileg minden ellenfelet hatás van itt a képernyőn. Kezdjük azzal, hogy ezt itt fönt kilőjük. Úgy. Annyival könnyebb dolgom lesz itt. És nem tudok ugrani. Ajjaj, azt hiszem itt baj van. Mert itt nem tudok ugrani, akkor nem tud tovább jutni. Azt hiszem itt megszívtam. Fuck! Az utolsó ugrásnál, hozzáteszem. Az utolsó ugrásnál. Na, várjatok egy pillanatot. Mindegy, jó. Van úgyis több életem, szóval lehet folytatni. Na, jó. Azaz. Jéj! Eljutottam ide. Itt kell egy picit lassabban közlekedni. Kidettük a tankfegyvereit! Azaz! Hello ellenfelek a semmiből. Hello ellenfél, aki el tudott találni annak ellenére, hogy kb. Ugyanott álltam, mint ahogy eddig. Azért az úgy nagyon kedves, nem? Így hirtelen megjönnek az ellenfelek, és mind eltalál. Most ezeket hogyan... Na, nem csak. Van egy ötletem. És itt kezdenek el megjelenni semmiből.
így egy top down jön. Ennyi. Hát ez elég kedves dolog volt, nem? És semmi javító készlet, egy sincs, azt hiszem pont egy volt a tanknál, de oda nem akartam elmenni. Mi van a legrosszabb állapotban? A testem, érdekel engem? Kurvára nem. És most megyünk vissza. Ennek a képernyők sok értelme nincs, mert nem volt mit javítanom. És vissza kell gyalogolni, ez OCP toronyig. És egy ellenfél vár engem, már is itt a rajtnál. Nem tudok megfordulni, anélkül, hogy eltaláljam. Meghalnál végre? Úgy van, végre meghalt Friderikus Sándor, meg kár úgy nézett ki. Igen, és most ugyanazt kell csinálni, mint eddig, csak visszafelé. Gyere csak ki onnan. Úgy. Azokat a bombákat tessék ám figyelni. Azok ott kérem szépen bombák. Ha belemész, akkor of course sérülni fogsz. Szóval ahogy kéne ittatni. Szerintem az úgy kéne, hogy ide följövök. Ó, robbant az ananászbomba. Mellettem robbant fel egy ananászbomba. Hát igen, ide egy komment, ez a kifejezés tökéletesen illik. Föl tudod ugrani? Ó, remek. De ezzel kikerültem két bombát, erre a harmadikat hagytam, hogy eltaláljon. Jéj! Amúgy ez az utolsó előtti vája, halkan megjegyzem. És itt sosem tudtam... a pályavégi bosst legyőzni úgy, ahogy kellene. Betankoltam ott inkább. Tényleg ez a jó kifejezés, erre betankoltam oda. Ezt kilőjük. Úgy. Így. Inkább üljek három irányban, mint hogy egy helyre. Itt lesz ez főleg hasznos. Úgy van. Szerencsére itt nincsen annyi ellenfél, mert a bombák eléggé nagy gondot okozhatnak. Úgyhogy legalább itt úgymond kedvesek voltak a fejlesztők, hogy mármint a próbán történet, azt hiszem ők csinálták, akik ugye konkrétan az Acclaim-nek voltak a birtokában 95-től. Sajnos az Acclaim az ugye gyorsan megszűnt, Shadowman után pedig nevezhetjük aztán az utolsó sikeres játékoknak. Aztán lehet, hogy tévedek. Szóval... itt a prób nem volt olyan tahó, hogy 500 ellenfelet ide rakod. Mondjuk itt vannak ezek az I wanna be the guy nélkül. Nem. Hát most nem úgy néznek ki. Most inkább ilyen Friderikus fejük van. Tehát most a Friderikus ellenfelekkel nem mentek túlzásba. Nem jelenik meg. Ez itt baj. Túljutottam anélkül, hogy rongyosra lőtt volna. 235 energia, mondom, tankolok a pálya végére. Bevallom, azért játszok így. Hogy ne legyen itt akkora bajom ebből a bossból. Boss, bitte meldön. Na, jelenjél csak meg. Még egy talált kell neked. Akkor először kilőjük a másik Friderikuszt, jó van? Vagy nem, de itt, mindjárt itt vagyunk. Imád, hogy elkezdi spamenni, és akkor... lőd le! Úgy. Két rakéta talán belefér. Talán belefér. 248 hatékonyság, az már valami, de ez még mind nem elég. Kilőjük. Függönyhang in 3, 2, 1. Az hogyan? Ja, talán így kéne, hogy nem kell levegőből. Legondoltam volna korábban is.
érdekes, hogy más irányba lőttem, mint amerre nézt. Tehát kifogyok a lövésekből? Aha, azért az nem valami szép. Az ott nem fog eltalálni. Úgy van. Jöttünk a pály végén. Itt vagyunk. Na igen. Ezt hogyan kell megcsinálni? Nem tudom. Hallom. Halványilag gőzöm sincs, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, de szerencsére be tudok így jólózni egy olyan mértékben, hogy azt lehet mondani, hogy ez most nem mondott komolyan, de komolyan mondom. Megöltem D209-est. Igen, már megint. OCP torony... ez az. Na. Hogyan kell ezt a pályt megcsinálni? Tehát látni ezt, hogy 1 perc, 12 másodperc van vissza. De itt, hogyha van annyi energiád, akkor itt nyugodt szívvel azt csináltad, hogy így... hogy elkezded... itt... használni a gépet. Vagy szétlőni ezeket. De ez nem jó ötlet. Várni csak, hogy... tehát az a lényeg, hogy... van itt ugye két nincs, ezek mind a ketten... úgymond a tevéredet kívánják. És így végig kell várni ezt, amíg kijönnek a kódok. Két nincs, az így megöli önmagát. És ez a befejezés. Tudom, hogy az utolsó pálya ez eléggé ilyen what the fuck volt. Még főleg, hogy így elframeskippeltem, mert így mondom, betankoltam ennyi energiát, hogy ne legyen itt a végén bajom belőle. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy egész korrekt játék, csak kurva rövid. Tehát annak ellenére vett 42 perc, hogy ebből 4 perc az volt, hogy az elején mutattam a zenét, meg bénáztam. Meg újra csináltam a harmadik pályát, mert elbasztam. Azért ez rövid, tehát ebből, hogyha láttok long play-t, azt hiszem valami 15 perc, 17 perc, nincs meg 20 perc. Úgyhogy... elég szomorú, de mondom, ez továbbra is egy fasz a játék. Tehát, hogyha a három Nintendo-s rész közül, mondom itt a Terminátoros spin-offot nem számolom bele, akkor játszottuk a hárommal. Kettővel ne, az egyel pedig így ajánlom. Szóval ennyi lett volna akkor ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet. Turostáska, sajtos kifelé, Sós Perec. Sziasztok!